Jézus minden nép üdvössége, Ferenc pápa áldását adta az egész világra. Isten az alapvető dolgokra figyelő emberhez szól. Erdő Péter bíboros éjfélkor a Szent István bazilikában misézett. Szent mise és terített asztal, idén is volt szegények karácsonya. Üdvözlöm Önöket, ez a Bónum Hírek. Karácsony napján délben idén is sokan fogadták Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását, aki a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről intézte szavait a hívőkhöz. A Szent Atya többször is hangsúlyozta, oly sok a könny ezen a karácsonyon a gyermek Jézus könnyével együtt. A Szent Atya karácsonyi Urbi et Orbi áldását megelőző karácsonyi beszédében azokért az emberekért imádkozott, akik a világ olyan részein élnek, ahol nincs béke. A Szíriában, Afrikában, Ukrajnában élőkért, valamint Palesztina és Izrael békéért. A pápa kérte, hogy Jézus mentse meg az erőszaktól a gyermekkereskedelem és a gyermekkatonaság sok sertülő áldozatát. Vigaszt kért a Pakisztánban az elmúlt héten megölt gyermekek családjainak. A megváltó ereje alakítsa át a fegyvereket ekévé, a pusztítást kreativitássá, a gyűlöletet szeretetté és gyöngétséggé, zárta beszédét a Szent Atya. Karácsony üzenete Isten gyengétsége. Isten Atya és az ő türelmes hűsége erősebb a romlottságnál. Ez tárja fel előttünk a sötétséget áttörő fény, hangsúlyozta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. A szertartás olasz, latin és angol nyelven zajlott, de arabul imádkoztak az evangélium terjesztéséért, kínaiul pedig a szenvedőkért. Homiliájában a pápa úgy fogalmazott: a világot borító sötétség eredete a régi idők éjjébe nyúlik vissza. A fény Betlehemben születik. E szent éjszaka arra hív minket, hogy gondoljuk végig, hogyan fogadjuk Isten gyengét szeretetét, mondta a Szent Atya, majd hozzátette: a keresztény ember nem adhat más választ, csak amit Isten ad a mi kicsinységünkre. Az életet jósággal és szelídséggel kell megközelíteni. A fényt az egyszerű emberek látják meg, azok, akik készek befogadni Isten ajándékát. A mise végén Ferenc pápa karjába vette a gyermek Jézus szobrát, a gyermekek kíséretében végigvonulva a főhajón a bazilika bejáratánál felállított Betlehemig vitte, ott a jászolba fektették. Ferenc pápa karácsony alkalmából szerdán videó üzenetben köszöntötte Dél-Korea katolikusait, akikkel augusztusi apostoli látogatása alkalmával találkozott. Örömmel és hálával emlékezek vissza az augusztusi látogatásomra országotokban. A mártírok boldoggá avatásának nagy ünnepsége, a fiatalokkal való találkozás és a zarándoklat többi pillanatai élni fog emlékezetemben, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa telefonon beszélt az iraki Kurdisztánban levő Ankava menekültáborának lakóival is. Az ott levő gyerekeknek azt mondta, ők is olyan menekültek, mint Jézus és családja volt. Isten szolidáris lett az emberekhez, közénk jött, vállalta sorsunkat, azért, mert szeret minket, azért, mert célja van az életünknek, ő tervezte meg az egész emberiség sorsát, és azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Erdő Péter bíboros a Szent István Bazilikában tartott éjféli szentmisére összegyűlt híveket. A Magyar Egyházfő homiliájában kiemelte: a hozzánk közeledő Isten az egyszerű, elemi, alapvető dolgokra figyelő emberhez szól, mondta a bíboros, majd hozzátette: a betlehemi pásztorok alakjában megjelenik a jövendő lelkipásztorok képe is. Elmondani mindenkinek az örömhírt és dicsőíteni az Istent, ez az apostolok küldetése, ez a papok különleges hivatása, és erre indítja a Szentlélek a világi hívőket is. Erdő Péter bíboros karácsony napján délelőtt az esztergomi bazilikában celebrált ünnepi szentmisét. Homiliájában hangsúlyozta: ha az idei karácsonykor Istenhez sóhajtunk, ha az ő világosságát keressük, szorongva kell megvallanunk, hogy az életünk nálunk sokkal nagyobb erők játéka. Hogyan is alakul majd egyéni sorsunk és a népek jövője? Be kell látnunk, hogy a saját dolgaink alakulásában mi magunk csupán egyetlen tényező vagyunk a sok közül, fogalmazott a bíboros, majd hozzátette: Isten személyes szeretetből alkotott bennünket. Arra hív, hogy hálát adjunk neki, és egymásban, különösen a leginkább rászorulókban viszont szeressük őt.
az ő szeretete segít át minden akadályon, mondta a bíboros. Karácsonyi hangulatban fogyaszthattak többfogásos ebédet és tölthettek egy kellemes délutánt sorstársaikkal azok a rászorulók, akiket a Szent Egyet közösség látott vendégül a Párbeszéd házában. A Bónum TV is támogatja a szegények karácsonyát. A rászorulók előtt ne csak a templomajtókat, hanem lakásaink ajtaját is nyissuk meg, hangsúlyozta Székely János esztergom budapesti segédpüspök az ebédet megelőző szentmisén. A jezsuita rend budapesti központjában 130 hajléktalan, intézetben élő idős ember, családok, valamint számos jó akaratú, segíteni vágyó önkéntes ünnepelt együtt. A karácsonyi menüt a Loyola Café készítette, és az önkéntesek köztük a Bónum TV munkatársai szolgálták fel. A szegények karácsonya azért is több, mint egy egyszerű ételosztás, mivel ezen az alkalmon leülünk egymás mellé, és együtt fogyasztjuk el az ebédet rászoruló barátainkkal, nyilatkozta Szőke Péter, a szervező Szent Egyet közösség vezetője. A szegények ebédjét havi rendszerességgel megrendezi a közösség és a Loyola Café. A szombathelyi székesegyházi idén is megtelt az éjféli misére érkező hívekkel. Halljuk meg Isten szavát és mondjunk igent Isten akaratára, mert így válhatunk Krisztus hordozókká, mondta ünnepi szentbeszédében Veres András megyés püspök. Jézus születésével megvalósult az emberiség régi vágya, látta Istent. Krisztus ma is közöttünk van, és személyes életünk része lett. Jézus minden ember életébe be akar lépni, ezért fontos, hogy meghalljuk a hívását és befogadjuk őt, fogalmazott a megyés püspök. Kiemelte, tanúságot kell tennünk a világban, hogy Isten velünk van. Karácsony ünnepének valódi jelentőségét akkor értjük meg, ha összekapcsoljuk a húsvéttal, fogalmazott Udvardi György, pécsi megyés püspök az ünnep alkalmából készült interjúban. Hozzátette, meghatározó számomra Szent Ágoston egyik karácsonyi beszédének logikája. Arra int, hogy amikor az újszülött gyermekre gondolunk, jusson eszünkbe a keresztre feszített férfi. Amikor a népet jelképező pásztorok hódolatát látjuk, lássuk magunk előtt ugyanezt a népet, amint a keresztre feszítést követeli Pilátustól. És amikor a napkeleti bölcsek ajándékaira emlékezünk, emlékezzünk Krisztus szögeire és a kalapácsra, amellyel a keresztvára szögezték, nyilatkozott a megyés püspök. A teljes interjú megtalálható az Egyházmegye honlapján. Az ünnepek alatt és a munkaszüneti napokon az ügyeleti rend szerint biztosítják a sürgős esetek ellátását az egészségügyi szolgáltatók. A gyógyszertárak is ügyeleti rendben működnek. A háziorvosi és fogorvosi, valamint a fekvőbeteg ellátásban az ügyeletet ellátó helyek a szokásos ünnepnapi rendnek megfelelően fogadják a sürgőségi ellátásra szorulókat. Az ügyeletes gyógyszertárakról az ANTS honlapján is lehet tájékozódni. Az év minden napján 24 órában működő egészségügyi toxikológiai szolgálat a munkaszüneti napokon is hívható, ha mérgezés gyanúja merül fel. A börtönökben is ünnep a karácsony. Karácsonyi műsorokkal, karácsonyfával, beiglivel igyekeznek karácsonyi hangulatot teremteni a fogvatartottaknak, mondta Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az MTI-nek. Lehetőség szerint a zárkába is kerülnek fenyőágak, és az sem ritka, hogy a fogvatartottak megajándékozzák egymást egy-egy saját készítésű ajándékkal, tette hozzá a parancsnok. Azt is elmondta még, egy főpásztori mise csodálatos élmény egy börtönben. Még templomjáró emberek is azt mondják, az intézetekben ilyenkor a csend, az áhítat, az elgondolkodás szinte tapintható. Az emberi gonoszság a karácsony sem kíméli. Közel kelet olyan hely a világban, ahol az ünnepeket súlyos konfliktusok árnyékolják be. A keresztény világ ünnepel, de vannak olyan területek, ahol az ünneplést szinte lehetetlenné teszik a körülmények. Moszulban már nincsenek keresztények. Az a pár család, aki az üldöztetések, inzultálások, elrablások ellenére is kitartott, júliusban elmenekült a városból. Emil Nona, a város káld érseke, akit szintén elűztek otthonából, a következőképpen fogalmazott, mindenünket elveszítettük, de hitünket nem. Hozzátette, az út nehéz, főleg amikor a remény is alábbhagy. De akarunk hinni abban, hogy az Úr most is megszületik közöttünk, és abban, hogy helyzetünk végül rendeződni fog.
Az iraki konfliktusnak azonban nincs vége. Legnagyobb elszenvedői pedig, mint minden konfliktusnak a legkisebbek. A damaszkuszi apostoli nuncius a szíriai gyerekeket az evangéliumban szereplő ártatlan gyerekáldozatokhoz hasonlította. Az UNICEF becslései alapján 2015 végéig várhatóan 8,5 millió gyermek lehet áldozata a háborúnak, a menekülésnek. Ferenc pápa karácsonyi üzenetében arról biztosította a térség keresztényeit, hogy küzdelmeikben nincsenek egyedül, majd személyes hangon köszönte meg a szenvedésüket és imádságaikat. A jeruzsálemi latin pátriárka is üzent a híveknek a Szentföldön. A 2014-es eseményeknek voltak fényes és árnyoldala is. A pátriárka évértékelőjét és az új keresztény médiacenter létrehozását sajtótájékoztatón ismertették. Ez volt a legjobb idő, és ez volt a legrosszabb idő. Ezzel az idézettel kezdte karácsonyi üzenetét a jeruzsálemi latin pátriárka, melyet sajtótájékoztatón ismertetett szomáli püspök. A Szentföldi Katolikus Egyház feje visszatekintett az elmúlt év fő eseményeire, melyek telve voltak öröm és kegyelem pillanataival, ugyanakkor fájdalommal és szenvedéssel is. A remény a mi közös nevezőnk, nincs jogunk kétségbe esni. A sok negatívum és erőszak közt, ami Jeruzsálemben és a Közel-Keleten folyik, bíznunk kell Isten éberségében. Az övé az utolsó szó, az Úr a legnagyobb politikus, írta üzenetében a pátriárka. A sajtótájékoztatón bejelentették a keresztény médiacenter létrehozását is, mely a Szentföldi Kusztódia Ferences Média Központjának átalakításából jön létre. A világon 28 televíziós csatornával van megállapodása az új multimédia központnak, köztük a Bunum TV-vel is. Ezek voltak mai híreink. Ne feledjék terjeszteni a jó hírt. A Bunum TV januártól elérhető lesz a Mindig TV Extra kínálatában, mégpedig az egész ország területén. A részletekről érdeklődjenek a közönség szolgálatunk telefonszámán. Támogassák a televíziót a 13690-es adományvonalon keresztül, most már az Invitel és a UPC hálózatából. Munkatársaim nevében is áldott karácsony kívánok önöknek, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!